19 ország több mint 130 versenyzője indult el az év első kerekesszékes vívó világkupa versenyén Egerben. A 19 fős magyar válogatottban ketten képviselték Nyíregyházát. A paralimpiai bronzérmes Veres Amarilla párbajtőrben végig magabiztosan versenyzett, és valamennyi ellenfelét legyőzve megszerezte az aranyérmet. A másik fegyvernem, a kard egyéni versenyben is a döntőig jutott az NVSC sportolója, ott azonban vereséget szenvedett ellenfelétől, így az arany mellé egy ezüstöt szerzett Pákhelyi Béla tanítványa. A várakozásaim azok mindig csak a sport teljesítményre vonatkoznak, tehát igazából nem érmeket, meg pontokat szoktam számolni előre, hanem ugye felkészülünk minden egyes ellenfélre külön-külön, és megpróbálom magamból kihozni a maximumot. Pákhelyi Béla mesteredző szerint a párbajtőr aranyére mértékét növeli, hogy tanítványa a döntőben vissza tudott vágni ukrán ellenfelének a paralimpiai elődöntőben elszenvedett vereségért. Kivívta már magának a tekintét, és ami nagyon-nagyon jó dolog volt ezen a világkupán, hogy párbajtőrbe a döntő, tehát az aranyéremér, azzal vívott, azzal a Breussal, azzal az ukránnal, akitől a paralimpián ugye 6 piros lappal kapott ki, hát most revansolta vett, ugye most nem voltak piros lapok, teljesen korrektül ment minden, és simán megverte. Tarjányi István a párbajtőrcsapat tagjaként 5. lett a versenyen, kard egyéniben pedig a 6. helyen végzett. A nyíregyházi kerekesszékes vívó tavaly váltott kategóriát, így elégedett az eredményekkel. Megismerkedem az ellenfelekkel is, és a B kategóriás vívással is, ugyanis A kategóriában én azért 2 évet vívtam, ami nagyon sok pozitívumot adott, ugyanis sokat tanultam belőle, de ez a B kategória az én kategóriám, és jó helyre kerültem, és ezért is örülök annak, hogy tavaly sikerült ezt elérnem, hogy B kategóriába átkerüljek, és ezt bizonyítottam is azzal, hogy utána a 3. világkupa versenyemen Varsóban egy bronzérmet sikerült szereznem tavaly. A következő világkupa viadalnak március végén az olaszországi Pisa ad otthont, az év főversenye a két vívó számára a novemberi világbajnokság lesz.